Csodálatos vasárnap reggelre ébredtünk. Tegnap elmosogattam az összes. Venni akarok megint egy Britát, mert amit annól használtam, azt kidobtam a költözéskor, és azóta csak sima csapvizet iszok, viszont nem mindig ízlik az a helyzet. Szeretném egy kicsit egészségesebbé tenni a vízbevitelemet is. A munkahelyemen van ilyen víztisztító berendezés, úgyhogy ott abból iszom a vizet, de amikor itthon vagyok, akkor mindig a csapvizet kortyolom, és az annyira nem adja. Na mindegy, vasárnap reggel van. Rafi kutya kint napozik éppen, nagyon jól érzi magát a napon. Én pedig tegnap szépen kimostam, illetve ezt figyeljétek, mit csináltam. Ugye vettem az Osamban mindenféle hozzávalót a kis ginger shothoz, amit mindjárt el is fogunk kezdeni elkészíteni. Elmosogattam szépen mindent, illetve újra rendszereztem. Ez a nagy tálca, ez itt volt lent a csap alatt, és emlékeztek, a csap alatt mondtam, hogy óriási nagy a kupleráj. Hát tegnap kipakoltam, és átrendszereztem, úgyhogy most csodálatosan szép a rend. Még maradt is egy csomó hely, úgyhogy ennek nagyon örülök, és itt vannak a tisztítószerek, ez az olaj, ez random, szerintem még anya vehette. Itt vannak a konyhai eszközök, és hát a kukát akartam még ide betenni, de feleslegesen foglalná csak a helyet, úgyhogy egyelőre ennyi. Meg itt ebben a szekrényben is összepakoltam, és lásd csodát, egy csomó hely megint csak felszabadult, ide raktam be a kis edényeimet, amiben viszem a kaját, mögötte szintén egy ilyen kosárban van a többi, itt ilyen mindenféle random dolgok, reszelő, szűrő, kapok, meg a nagyobb tálaim, ott vannak hátul ezek a műanyagok, alul pedig a serpenyők és a lábasok, és itt van a két új csodálatos kis szerzeményem, amit szintén az Osamban vettem, nézzétek meg, milyen gyönyörű rózsarany és a belseje non-stick, egyáltalán nem ragad le, nagyon könnyű elmosni, úgyhogy mindenképpen ajánlom nektek is, ez a Berlinger Haus márka, és megtartottam most ezeket a kis betéteket is, amivel jött a két edény, hogyha esetleg stekkelem őket, akkor ne karcolódjanak. Micsoda ötlet! És már mehetnek is be szépen az új helyükre. Júj, de jó, ma meal prepelni fogunk, úgyhogy majd előveszem őket, de most már csináltam volna. Elég! Egyszerűen erről nem tudom leszoktatni. Ha kutyát lát, akkor teljesen rájön az idegbetegség. Na mindegy! Miért kell így viselkedni? Miért nem tudsz normálisan viselkedni, mint egy normális kutya? Mindegy, szóval ma már csináltam magamnak egy kávét. Egyébként vizet mindig szoktam inni a kávé előtt, de nem kávéval akarom most már indítani a napomat, hanem ginger shot-tal. Ugye tudjátok, hogy nagyon-nagyon szeretem a ginger shot-ot, teljesen oda vagyok ezekért a kis immunity shotokért, amit lehet kapni az Aldiban meg a Lidliben. Mindig szoktam is venni, meg mindig van is itthon, viszont nem olyan olcsó mulatság ez, úgyhogy arra gondoltam, hogy elkészítjük a saját ginger shot-unkat. Ezzel kezdjük szépen a reggelt. Ide készítettem már a hozzávalókat, ez az olaj, ez nem fog kelleni, viszont vettem nagyon szép óriási narancsokat az Osamban, illetve a Pennyben vettem ezt a hatalmas citromot, a lime-ot, illetve a gyömbért. Vettem még hozzá cayenne-borsot, kurkumát, és egy ilyen nagyon szuper kis üveget, amiben majd tárolni fogom. Azt láttam ki, hogy minden hétvégén készítek ilyet, vagyis hát meglátjuk, hogy mennyi fog ebből kijönni, mert nem hiszem, hogy el kell használnom az egész gyömbért, de ez lesz majd a heti adag, és akkor két naponta tudom majd szépen újra töltögetni ezt a két kis dzsárt, és akkor mindig tudom ezzel indítani a napot majd a melóban. Egyébként úgy imádok ilyeneket venni, és köszönöm. Egyszerűen, oh my god, minden csetreszt adjatok nekem. Aztán van még itt jó kis citromfacsarónk, meg egy kis töltsérke az üveghez, és lehet, hogy még fogok beletenni egy nagyon pici mézet is, mert az is nagyon egészséges. Hát nem ez a kis műanyag szírszar, majd hozatok mindenképpen a Sárával, mert neki van méhész rokona, azt hiszem. De most én szépen kikísérletezem nektek a receptet, aztán mehetszem ki. Menjél nyugodtan, kisbabám, menjél csak. Okos legyen. Majd édes. Fekszik a napon, annyira cuki. Jaj, de cuki. Erre a ginger shot-ra egyébként teljesen random szoktam rá, mert egyszer hozott nekem az egyik kollégám a Lidliből, és megkóstoltam, hát nagyon-nagyon szuper erős íze van. Egyszerűen egészségesnek érzed magad már, miközben iszod. És ugye leginkább, amikor rákattantam erre, az a műtét előtt volt. Már egyébként is iszogattam így néha-néha, viszont a műtétre készülvén minden kis apró
loophole-t meg akartam fogni, hogy egészséges tudjak maradni. Nyilván a műtét előtt lebetegedtem, de végigiszogattam a gyömbérsótomat, meg egyébként, amikor covidos voltam akkor is, és meg tudnék rá esküdni, hogy biztos, hogy segített. A gyömbér egyébként tele van mindenféle antioxidánsokkal, segíti az emésztést, teszünk még bele ugye citromot, ami pedig C-vitamin forrás, illetve szintén tele van antioxidánsokkal. Aztán vettem még ugye cayenne borsot, meg kurkumát. Erről is már régebben meséltem nektek, még amikor csináltam a saját kis wellness shotjaimat. Hogyha beteg vagyok, akkor mindig szoktam magamnak ilyen kis immunerősítő shotot készíteni, és a cayenne bors, illetve a kurkuma is, mind a kettő nagyon-nagyon szuper gyulladáscsökkentő. Úgyhogy én azt, amikor beteg vagyok, illetve edzés után is nagyon szívesen fogyasztom. A kurkuma is egy abszolút superfood, meg a gyömbér is, úgyhogy mindenképpen ajánlom nektek is betegség megelőzésre, felépülés közben, edzés utáni recovery-re, illetve úgy magában egyébként is, mivel tényleg nagyon-nagyon szuper hatás gyakorol a szervezetre. Van egy csomó ilyen tanulmány, hogy a rákot, az Alzheimer-kort, meg egy csomó másféle betegséget meg lehet vele előzni. Úgyhogy most szépen nekiállunk, elkészítem a ginger shotot, aztán a receptet majd mindenképpen leírom nektek a leírásba is, illetve fönt lesz az Instán. Csináltam most egy ilyen receptes highlightot, ahova majd gyűjteni fogom a kis recepteket, mert ugye csak simán a posztokban ugye nagyon nehéz visszakeresni, úgyhogy itt lesz majd a kis highlight, már ott van a nyányos brownie recept, egy reggeli, illetve a múltkori gyömbéres saláta dressing, meg még egy reggeli, úgyhogy majd ide fog felkerülni szépen ez a kis recept is. Na de a hozzávalók, most azt találtam ki, hogy szépen felavatom ezt a kis kézi botmixet, mert ugye ezt kaptam anyáiktól névnapomra, de azóta is itt van az ablakban, mert még nem volt alkalmam használni, úgyhogy most ezzel fogom elkészíteni szépen a ginger shotot. Egyébként a legjobb lenne egy ilyen juicert használni, de nyilván erre nincsen abszolút szükségünk, nem is fogok én se venni, mert szerintem felesleges, annyi juice-t nem készítek, viszont a citrusokat szépen le fogom facsarni, a gyömbérrel együtt majd összeturmixoljuk, aztán egy ilyen sima, egyszerű kis konyharuhát fogok használni majd, hogy leszűrjem. Minden meg fogja fogni, úgyhogy mindenképpen olyan konyharuhát választotok, ami másra már nem fogtok használni, mert nem fog bele kijönni a színe. Lássunk neki, teszek még bele sima borsot is, mert a fekete bors aktiválja a kurkumában az élő összetevőket, úgyhogy mindenképpen bele fogok löttyinteni egy picikét. És hát ennek a ginger shotnak nem az lesz a lényege, hogy minél finomabb legyen, hanem hogy minél erősebb legyen és egészségesebb. Nem véletlen shot formájában készítik ezeket el, mert tényleg nagyon-nagyon erős, úgyhogy elég belőle tényleg csak egy ilyen kis feles adagnyi minden reggel, és tapasztalni fogjátok majd az előnyeit, de nem dumálok tovább, lássunk neki! Ennyi. És most itt benne maradt a kis pulp, ezt szépen kidobom. Na látjátok, így megfogja, úgyhogy mindenképpen olyat használjátok, amit nem sajnáltok már. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy így milyen íze van, úgyhogy megkóstoljuk gyorsan. Tökéletes, gyerekek! Juhú! Nagyon jó erős lett, úgyhogy úgy érzem, hogy megvan az arány. Ezt most visszaöntöm ebbe, hogy szépen ki tudjam adagolni utána. Most pedig teszek bele egy kis mézet, de egyébként annyira nem is fontos ez sem, talán inkább csak az előnyei miatt. Így. Mehet bele a jó kis frissen őrölt kurkuma. Körülbelül egy ilyen táskanálnyit akarok belerakni. A cayenne borsból nagyon-nagyon keveset kell belerakni, mert nagyon erős. Fekete bors.
És ezt most még egyszer megtúlmixolom egy picit. És kész is a ginger shot. Juhú! Na, készen is vagyunk, mindjárt kiöntök magamnak egy shotot így reggeli előtt. Egy ilyen nagyméretű narancsot és kettő óriás méretű citromot tettem bele, illetve egy lime-ot, és hát láttátok, hogy körülbelül mennyi gyömbért. Igazából teljesen mindegy, jó nagy darab legyen az a lényeg. Kurkumából körülbelül egy ilyen táskanálnyit tettem bele, fekete borsból, meg cayenne borsból, meg csak így érzésre, és itt van, nagyon-nagyon cuki lett. Szépen rá is csavarom a kupakot, és ezt így el fogom vinni holnap dolgozni. Jaj, de jó! Nagyon vagány, homemade ginger shot, legjobb. Na, csináltam is egy nagyon szuper képet az Instára, és most van itthon ilyen kis cuki presszós poharam, úgyhogy ebben most kijöntök egy adagot, és megkóstoljuk! Ez az üveg, ez nagyon szuper egyébként. Ebben fogom tárolni a hűtőben majd a ginger shotot, és elvileg egy ilyen 5 napig el fog állni. Egészségetekre! Szuper lett! Oh my god! Tökéletes! Na, elkezdtem szépen előkészülni közben a meal prephez. Sertésszüzet vettem, most szépen felkarikázom, és körbetekerem békönnel. És itt vannak a kis fűszerek, a kedvencem, tejfölízű sült krumpli, egy kis fokhagyma, bors, szerecsendió, és ezzel fogom szépen most jól átpaskolni. És elő is veszem szépen az új serpenyőmet. Bekenem egy picike kis mogyi olajjal, mert azt elfelejtettük. Től jobban rá fog tapadni a fűszer. Bacon szalonna, gyerekek! Na, a húsival készen vagyok, nagyon jól néz ki. Most megvárom, hogy ez lehűljön egy kicsit, aztán letakarítom, és most megszakítom a meal prepet, ugyanis megyek a Dodóhoz, végre megcsináljuk a körmömet. Nagyon-nagyon szép volt ez a köröm, de mindig túl hosszút csináltatok, úgyhogy most le fogom vágatni vele teljesen csutkára, és egy sima, egyszerű, rövidke kis színes körmöt fogunk csinálni, ilyen tavaszváró körmöt, vagyis még nem tudom, majd kiderül, hogy mihez lesz kedve, amikor már tényleg ott fogok ülni, de most kiviszem a Rafit sétálni, aztán megyünk a Dodóhoz a szalomba! A gyerekek, itt lesz a Dodónak a szalonja, már elkezdte berendezni. Nagyon cuki, mindenhol unikornisok, a felét tőlem kapta természetesen. Jó napot kívánok, kedves YouTube! Mondtam neki, hogy ma vlogolok, úgyhogy mindenképpen ki kell festenie magát, mert nem mutatkozhat előttetek festék nélkül. Jaj, jó napot! Jó napot! Itt van a körmesem. Nem sokára indul a szalon, úgyhogy ha itt vagytok a környéken, akkor mindenképpen készüljetek. Nél Mafia by Lucia. Just say. Nagyon szép lett, kis ombre. Na, hazaértem, kész a körmöm, csodálatos lett. Ilyen kis cuki tavaszias körmöt szerettem volna, és nekem ez a babarózsaszín, meg ez a babatét, az nagyon-nagyon szuper tavaszi hangulatot hoz elő, és most 5 óra van, és úgy döntöttem, hogy elugrok edzeni, csak egy ilyen 3-4 órácskára, egy picit, hogy kimozgassam magam. Úgyhogy most felöltözök, elzúzok a terembe, aztán utána folytatjuk a meal prepet.
Na, hazaértem az edzésből, nagyon-nagyon szuper volt, most már tényleg egyre jobban tudom végezni a gyakorlatokat, és azt is érzem már, hogy kezd újra beépülni a rutinomba az edzés, úgyhogy nagyon-nagyon örülök. Most viszont gyorsan befejezem a meal prepet, mert már mindjárt 7 óra van, aztán el akarok menni hajat mosni, meg a kis night rutinomat elvégezni. Úgyhogy itt vannak a kis szűzérmék, nagyon-nagyon fincsi lett, a békönt azt már nagyon várom. Szépen veszek elő hozzá salit. Még van egy kis paprita maradék, kukorica. Reggelire lehet csinálok egy kis tojást, vagy nem? De. Reszelt sajt, húréhagyma, bacon. Nasinok meg viszek egy kis ubit. Most ebben fogom megsütni szépen a tojást, ebben maradt még egy kis zsír, ami a békönből meg a húsiból kicsapódott. A nagyját meg a maradékot azt kitörölgettem, és most szépen ebben fogom megsütni a rántottát, meg a békönt is. És ennyi, kész is van a holnapi reggeli. Egyébként nagyon érdekes, mert én nekem eszembe nem jutna a tojást vinni reggelire, mivel úgy gondolom, hogy újra melegítve nem finom. Viszont az update-es kajákban szokott lenni néha reggelire tojás rántotta, és nagyon-nagyon finom, tényleg csak felszoktam egy kicsit melegíteni, van benne mindig bacon, úgyhogy ez inspirált most arra, hogy én is csináljak egy ilyet. Egyébként tettem bele egy kis póréhagymát, direkt nem pirítottam meg, mert szeretem a póréhagymát nyersen, úgyhogy kész van a kajapak. Reggeli, ebéd, egy kis nasi humuszt raktam ebbe a picitába, illetve uborkát, ezt fogom majd eszegetni, meg viszek még egy smoothie-t, illetve a gyömbérsátomat. Uzsonnának pedig viszek most egy ilyen update pudingot, és ez lesz a napi kaja, vacsorára eszek majd egy kis avokádót, és ennyi kell. Na, most elmegyek szépen hajat mosni, megetetem a Rafi kutyát, vacsizok én is, aztán ennyi a nap. Holnap hétfő, egy újabb hét. Akarok majd megint csinálni ilyen Work Week in My Life videót, de nem most, mert most nagyon kemény lesz a hét. Na de ezt a videót most már tényleg lezárom, mert még nagyon sok dolgom van, úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Remélem, hogy tetszett ez a vlog, hogyha igen, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!